Most én kezdeményeztem. Igen. Szóval konkrétan most nem lennénk együtt szerintem már. Curtis belátta, meg kell változnia, ha Judyval képzeli el az életét. Bár voltak hullámvölgyek a kapcsolatukban, végül eljegyezték egymást. Most minden klappol közöttük, de ezért a rapper keményen megdolgozott. Azért az egy hónap, amikor külön voltunk, sőt, több mint egy hónap, azért az ráébresztett arra, hogy mennyire fontos nekem a Judy. Minden ilyen megjárt mélység után én azt érzem, hogy egyre erősebbek vagyunk. Én nagyon-nagyon olyan típusú ember vagyok, aki mindig mindent megtesz a másikért, és nem adja föl. Tehát ezzel a kapcsolatunkkal is ugyanígy vagyok, hogy én nem fogom föladni, mert van benne probléma. Én inkább mindig mindent szeretek megoldani, mert azt gondolom, hogy küzdeni kell egymásért. Nekem többet kellett azért változnom, hogy ez tényleg egy harmonikus kapcsolat legyen. A legharmonikusabban és a legjobban összekovácsolva az biztos, hogy most vagyunk. Ezzel én is egyetértek abszolút. Ez biztos, hogy így van, különben Judynál mondott volna igent a lánykérésre. Tényleg, az hogy történt? Curtis, letérdeltél? Le. Én is izgultam, nagyon izgultam, hogy mi lesz a válasz, meg ez az egész, ez a hajcíj azért engem is fölzaklatott. Te mit tennél meg a kapcsolatodért? Írd meg kommentben.